új cukrászműhelyel bővült a Dunaföldvári Magyar László Szakképző Iskola tankonyhája. Korábban csak egy konyhában tudtak dolgozni a diákok, a tanuló létszám növekedése indokolta a fejlesztést. Így akár egy időben tudnak tevékenykedni a cukrász, szakács és pincér tanulók is, mondta az intézmény igazgatója Németné Márton Renáta. A fűtési rendszer az a teljes épületre vonatkozóan megújult, egy új hőszivattyús fűtési rendszer került kiépítésre, amely az épület egészét kiszolgálja. Az egyéb rész pedig ugye itt a mögöttünk is látható új cukrász tanműhely teljes kialakítása volt, új helyiségekkel és teljesen új berendezéssel került ez kialakításra, új korszerű gépeket tudtunk ide beszerezni, hogy az oktatás színvonalát tudjuk növelni. Szeretnénk a továbbiakban az étterem részt, illetve a szakács konyhát is megújítani, arra is ráfér most már egy felújítás, és nyilván ott is szükség lenne korszerű gépek beszerzésére, úgyhogy én tervezem, hogy a következő időszakban ennek a résznek a megújítása is történik. Ezt a nyári időszakra szeretnénk időzíteni, hogy az oktatást ne zavarja a felújítás. A 9. osztályban turizmus vendéglátás ágazaton ismerkednek mindhárom szakmával a tanulók. 9. év végén az ágazati alapvizsga után választanak igazából szakmát, hogy melyiket szeretnék elvégezni, és utána pedig 10-től duális képzőhelyre mennek ki a tanulóink. Ennek ellenére, hogy kimennek duális képzőhelyre, a tanulók vannak azért olyan alkalmak, amikor itt bent az iskolában, a tankonyhában is tudnak gyakorolni, hiszen azt gondolom, hogy a szakma oktatása az gyakorlatias kell, hogy legyen. Az intézményvezető elmondta azt is, szeretnék a főépületet is felújítani, ezt is a tanuló létszám folyamatos növekedése indokolja, hiszen egyre nehezebben tudják beosztani a csoportokat. Hozzátette, informatikailag jól el van látva az iskola, viszont a hely kialakítás szempontjából előre kell lépniük. Gavrilovics Bacs Rita szakoktató szerint fontos, hogy a gyerekek egy új tanműhelyben sajátíthatják el a szakmát. És azért is volt fontos, mert minden új berendezés korszerűsítve lett, és így minden olyan dolgot, amit a szakma újít, és újítások következnek be, ezeket mindent meg tudjuk a gyerekeknek mutatni. Ugye nem csak a berendezés újult meg, hanem rengeteg új eszközt is kapott az iskola, és ezáltal a gyerekek kellőképpen fel tudnak készülni ugye a külső gyakorlati helyre, amikor ugye a 10. osztályban kikerülnek a duális partnerhez, és ott igazából már úgy tudnak részt venni a gyakorlati oktatásban, hogy itt megalapozzuk nekik ezt az iskolában. A szakoktató hozzátette, a gyerekek az oktatásban először megismerkednek az alapanyagokkal és a termékekkel. Aztán ugye minden olyan eszközt bemutatunk nekik, ami a szakma használatához fontos, és igazából így tanulják meg azt, hogy hogyan tudják ezt jól használni, és hogyan tudnak minél szebb és minél igényesebb munkát készíteni. Különböző süteményeket, tésztaféléket, ugye minden tésztafélén végig megyünk, itt gondolok az omlós tésztától kezdve a hajtogatott, élesztős, leveles tészta, vajas tészta, utána ugye jönnek a felvertek, a torták, különböző állagú és rétegű krémek, monodesszertek, és most már ugye a különleges táplálkozási igényű termékeket is bevezették, és azokat is készítjük itt az iskolában. Barcs Dominika Maja korábban már elvégezte az iskolában a cukrászszakot, jelenleg szakácsként tanul a könnyebb elhelyezkedés érdekében. Nagyon izgalmas volt, én még egy másik rendszerben tanultam, ahol nem így nézett ki az egész rendszer, ugye ott még volt egy szintvizsga első évben, az kicsit lazább volt, mint a mostani ágazati vizsga, és ugye a harmadik évben volt a szakmunkás vizsga. Most van az első év végén egy ágazati vizsga, ameddig ugye három dolgot tanulunk, felszolgálást, főzést és sütést, és az ágazati vizsga után fogjuk azt tanulni, amit valóban választottunk, és ugye a harmadik év végén pedig a szakmunkás vizsga van. Általában az elejétől kezdünk mindent, tehát hogy a legapróbb dolgoktól, hogy kell dolgokat esetleg megtisztítani, megpucolni, utána apróra vágni, mindenféle előkészítést megtanulunk, és utána a bonyolultabb folyamatokat. Most még az alapoknál járunk, szóval mi esetleg köreteket szoktunk, salátákat vagy mártásokat, majd utána jön a komolyabb esetleg a hús vagy hasonlók. Az idei szakmai vizsgákra már az új tanműhelyben készülhetnek a diákok.